Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát röviden. Takarékossági intézkedéssel spórol Tamási. Ünnepi Szentmise a megújult Felsőnyéki templomban. A szüreti felvonulás hagyományai is megelevenedtek Tamásiban. Terepfutó versenyen ismerkedhettek a kisszékei nevezetességekkel. Tamási város önkormányzata a képviselőtestületi ülésen többek között döntést hozott a városfejlesztési stratégia 2022-2027-es és a TOP Plusz városfejlesztési programterv 2027-ig terjedő időszakára vonatkozó pályázatok benyújtásáról. Ezen felül az egyik legfontosabb döntés az energia és gáz áremelkedés kapcsán született meg, ami a következő időszak kulturális életét is érinti. Tamási város önkormányzata legutóbbi képviselőtestületi ülésén takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. Az energia és a gáz piaci ára akkora terhet ró a költségvetésre, hogy szükségessé váltak ezek a döntések, hogy elláthatóak legyenek az intézmények kötelező feladatai, és a munkahelyeket is megóvják ezáltal. Konkrétan intézményekre lebontva fogunk döntéseket hozni. Nyilván és természetesen priorizálni is fogunk. Legfontosabb, én azt gondolom, hogy a bölcsőde, az óvoda, a szociális intézmény, amit egyébként a Dám Önkormányzati Társulás lát el, mint fenntartó, a polgármesteri hivatal működőképes legyen, de törekszünk arra természetesen a művelési ház és a könyvtár, látogatóközpont, sportokház és a többi épületünk is működtetni tudjuk a további időszakban. November 1-től a művelődési központot elköltöztetjük a Zöldpont és Civil Ház épületbe. Ez egy kisebb, felújított energiatakarékos épület, aminek az üzemeltetése töredékét jelenti a mostani nagyobb épületnek. A könyvtárnak egy kis része kerül majd használatba. A helytörténeti gyűjteményt a téli időszakra bezárjuk. Itt a polgármesteri hivatalban pedig a fűtési szezonig, illetve addig, ameddig az időjárás kedvezőbb lesz, addig hosszabb lesz a munkaidő a pénteki napokon, és a leghidegebb téli hetekben pedig a pénteki napokon nem lesz nyitva majd a polgármesteri hivatal. Ezzel jelentős megtakarítást tudunk elérni a következő időszakban. Tamásiban a középületek nagy részében a fűtést geotermiával oldották meg. A legtöbb intézmény energetikai felújítása is megtörtént, de az elmúlt évtizedek előrelátó projektjei ellenére is szükség van a megszorításokra. Súlyosan érint minket a közvilágítás áramdíjának emelése is, ez is több 10 millió forint, a közétkeztetési díjak, és hát szinte minden olyan költségdíj, amely az energiával van összefüggésben. A város önkormányzata az elmúlt évtizedben előrelátó volt, hisz a közintézményeinknek a többségét, nem mindegyiket, de többségét geotermikus energiával, vagyis termál vízzel fűtjük. Ez pedig jelentős mértékben csökkentheti a mai helyzetben a fűtési költségeinket. A régebbi épületeknél, főleg itt a polgármesteri hivatalnál például azonban a gáz rásegítés kellett eddig alkalmaznunk, ezt viszont ki tudjuk váltani egy nagy teljesítményű biomassza kazánnal, amelynek segítségével tulajdonképpen ráfűtünk a termálvízre, tehát a geotermikus fűtésrendszerünkre. Jó néhány épületünk tetején pedig napelemeket helyeztünk el. Ezzel együtt is, ahogy számoltunk, még teljesen pontos számokat azért nem tudok mondani, de hogyha tegyük fel semmilyen intézkedés, semmilyen takarékossági intézkedést nem hoznánk, akkor közvilágítás nélkül 110 millió forinttal fizetnénk többet évente a gáz és a villanyáram költségeire. Tehát annak érdekében, hogy tudjunk működni, és a következő nehéz időszakot túléljük, fontos, hogy felelősen gondolkodjunk és cselekedjünk. Ezután csak a legfontosabb városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra költ az önkormányzat, így a következő hónapok rendezvényeit is érinti ez az intézkedés. A művelődési ház esetében a még nem megrendelt és kifizetett programoknak a nagy részét az év hátra lévő részére visszamondjuk, tehát a programok tekintetében is lesz egy
egy takarékosság. Adventi időszaknak az első három hétvégi programját az lemondásra került, tehát nem lesznek megtartva. Jelen helyzetben úgy néz ki, hogy a negyedik hétvégén tartunk egy kisebb programot, de ez is változhat még a helyzet függvényében. De nem csak a programokra, hanem minden olyan beruházásra vonatkozik ez, amely saját teljesítési beruházás. Itt is stoppot rendeltünk el, tehát csak a legfontosabb városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat látjuk el a következő időszakban, illetve azokat a munkákat fejezzük be, amiket már elkezdtünk, vagy megrendeltünk és kifizettünk korábban. A takarékossági intézkedés mindaddig életben marad, amíg a helyzet ezt megkívánja. Felsőnyéken 55 millió forintot megközelítő összegben újulhatott meg a temetődombon álló Szent Lajos király katolikus templom. Az újraszentelési misét a pécsi egyházmegye püspöke Felföldi László celebrálta a tetőcserén és homlokzati felújításon átesett templomban. A szentmise után a templomkertben felállított kereszt is megáldásra került. Felsőnyéken Felföldi László, a pécsi egyházmegye püspöke celebrálta azt a katolikus szentmisét, amelynek keretében újra szentelték a külsőleg felújított Szent Lajos király templomot, és azt a keresztet, amit egy csontverem emlékére állított az önkormányzat. Egy csodálatos gazdagság és óriási ajándék, hogy így együtt ünnepelhettük. A templom megújulása és a templom, mondhatnánk, egy kicsit az újjászületése, én hiszem, hogy mindig szolgálja egy közösségnek az újjászületését. És egy kicsit úgy lendületesebb, nagyobb szeretettel, nagyobb örömmel lesznek itt együtt a hívek. Ez hozzátartozik a mindennapi életet, mint ahogy a saját otthonainkat is időnként föl kell újítani. De ez egy nagyon nagy összefogásnak az eredménye, és hála az itteni híveknek, önkormányzatnak, mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak. Nagyon rendkívüli múltja van ennek a templomnak, az itteni területnek, az itt élőknek. És a kereszt valahol most ezt foglalja össze, egy kicsit úgy felszínre hozza, elénk tárja, és ha a múlton el kell gondolkodni. Ennek az ünnepi szentmisének a keretein belül avatta plébánossá püspök úr Lovász Zsolt, plébániai kormányzó. Plébánosi státusz az, amikor azt mondjuk, hogy na most már akkor felelősséggel tartozik a hívek az egyházmegye felé, és rábízhatunk közösségeket, bebizonyította, hogy alkalmas rá, hogy jól végzi a munkáját. A felsőnyéki templom plébánosában gyermekkorában merült fel a gondolat, hogy Isten szolgálatába szeretne állni. Gyerekkoromban nagyon sokat ministráltam, nagyon szerettem templomba menni, és tulajdonképpen gyermekként fogalmazódott meg bennem az, hogy pap leszek, hogy pap szeretnék lenni. Ezért is jelentkeztem azt követően az általános iskola után a Nagy Lajos gimnáziumba Pécsre, és a Jóisten azóta egyengeti az utamat onnan a pécsi hittudományi főiskolára, illetve a pécsi papnevelő intézetbe, a szemináriumba. Igazából a mai napban nekem a legnagyobb ünnep az, hogy a templomot püspök atya megáldotta. Tulajdonképpen ugyanazt a szolgálatot kell továbbra is ellátnom, mint eddig. Most már viszont teljes joggal, teljes körrel fogom betölteni a plébánosi funkciókat, amit eddig ugye kormányzóként kinevezve végeztem. A Szent Lajos király templom felújítására a Magyar Falu Program keretében nyertek forrást. Ezt még az elődöm, Serbán Valentin atya adta be ezt a pályázatot a pécsi egyházmegyén keresztül. Én ebbe belecsöppentem 2017-ben, tehát akkor már tudtam, hogy megkaptuk a pénzt, tehát ez körülbelül olyan 40-45 millió forint között volt. Azért nem tudom pontosan, mert ahogyan haladt az idő, ugye inflálódás történt, és bizony a pécsi egyházmegyének is jelentős mértékben bele kellett nyúlni a saját tartalékaiba. Elsősorban a templom külső felújítását, illetve tetőszerkezetét érintette a felújítás, viszont a munkálatok során más dolgok is kiderültek, ezért volt az, hogy a templomból tulajdonképpen ki kellett költöznünk, és a püspök úr, akkor ugye Udvardi György volt a pécsi püspök, engedélyt adott arra, hogy az iskolába, illetve a kultúrházba tudtuk a szentmiséket vasárnaponként bemutatni, és akkor jött közbe a koronavírus járvány. A temető mellett álló 15. századi falakra épült templom mellett felállított kereszt, amely szintén megáldásra került, sokak emlékét őrzi. A templom felújítása közben ugye villanyt is szereltek, és pont belástak ebbe a osszáriumba, ebbe a csontverembe.
és aztán kijöttek a régészek ugye rögtön, elvitték a csontokat, és megállapították, hogy ez nem egy korból származik, hanem ugye nagyon sok korból. És akkor el is mondták a történetét, hogy Szent László királyunk törvényei szerint csak a temetőkertbe lehetett halottat temetni. A temetőkerten kívül temették el ugye a öngyilkosok lettek, vagy a bűnözőket, a latorokat, ugye így mondták. De előbb-utóbb ugye ez a temetőkert, ez egy zárt egység volt, ugye ez a templomkert, ugye ez megtelt halottakkal, és akkor ilyenkor mindig fel kellett szedni a csontokat, és akkor nem volt más megoldás, hanem nyitottak egy csontvermet, úgy hívják, ez az osszárium. És ebbe szépen felszedték az összes csontot, és egyben eltemették, és újra megáldották. Na most ebbe ástak bele pont, amikor az áramot cserélték ki földkábelra, és így tudtuk meg, hogy egyáltalán itt van egy ilyen közvetlen a templom mellett, tetejében 20 centi föld se volt rajta, mert ezt már régebben egyszer elvittük, elszállítottuk. És hát ha már egyszer kiderült, hogy ez itt van, és amit elszállítottak csontokat, azt is visszaadják, visszahozzuk, hogy akkor mindenki, aki itt halt meg nyéken, mert ugye régen ezt még csak nyéknek hívták, nem volt felső meg alsó nyék, aki nyéktelepülésen halt meg, akkor az itt élt, hát itt is maradhasson a csontja, és visszahozzuk, újra elhantoljuk. És ez a kereszt pedig ugye hirdetni fogja az után következőknek is, hogy itt van az a csontverem, ahol lehet, hogy több száz, több ezer halott is, halottnak a csontjai is el vannak temetve. Ezt az önkormányzat finanszírozta, az önkormányzatnak van egy faüzeme, ahol ezt el tudtuk készíteni, tehát ez már a mi asztalosunk ügyességét dicséri. Jó hangulat, finom borok, hagyományőrző csoportok fellépései és koncertek várták a tamási szüreti napokra látogatókat. Lassan egy évtizede annak, hogy már kétnaposra bővült az őszi program a városban. Látogatottságból idén sem volt hiány, a pénteki Neoton Familia és a szombati Ladánybene 27 fellépése alkalmával is megtelt a tér borozgató, beszélgető baráti társaságokkal. A tamási szüreti napok a Tolnai Borok éjszakájával vette kezdetét, ahol a Tolnai Borút Egyesület tagjainak nedűit lehetett kóstolni. Az egyesületnek 11 borász a tagja, több magánszemély és önkormányzat. A pult mögött álló szakemberek segítőkészen ajánlottak borokat a döntésképteleneknek is. Először biztos, hogy mivel jó idő van, először egy rozét töltenék neki, aztán töltenék neki egy jó száraz fehérbort, és utána zárnám egy testes vörös borral. Csak slágerborokat hoztunk, 42 bort hoztunk el, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt 6 év már bizonyította, hogy mindenkinek megvan a slágerbora. Van akinek a szárazbor, van akinek a félédes, van akinek az édes, van akinek a rozé, van akinek a vörös, és ezen minden slágerbor most. Az elmúlt 6 évben egy olyan változás történt szerintem Tamásiban, ami csak ezt támasztja alá. Tehát folyamatosan tanulnak az emberek borkóstolni, és folyamatosan tanulják a boroknak az ízét, az amatát, a színét, mindent, és igenis van igény a minőségi borra és a minőségi borkóstoltatásra. Tavasszal lesz egy új rendezvényünk, tavaszi borrendezvú névvel, még a pontos időpontot nem tudjuk, de azt tervezzük, hogy nem csak a Borút Egyesület egyes tagjai lesznek itt a pult mögött, hanem szeretnénk meginterjúvolni és elhozni a borászokat, Szekszárdról is, és a Tolnai Borút Egyesület összes borászaitól. Péntek este a jó borok mellé a Neoton Familia érkezett a tamási szüreti napok színpadára, akik a klasszikus slágerek mellett új nótákat is hoztak a helyi közönségnek. Van egy olyan dal, amit nem, soha nem játszottunk, az a Kalapot fel, ami nem új dal, de annak hat. Igazából kortalan, mert tényleg a 18-tól, a 16-tól 60-ig jön a közönség. Itt látható, már páron ott állnak, akik jó helyet akarnak kapni. És jön a törzs közönség, és de tényleg az a csoda, hogy egészen fiataloktól az idősekig, de itt a fiatalok az a lényeg, hogy ők ezt szeretik, tudják a szövegeket, néha egészen meglepő, hogy de tényleg ilyen 6-8 éves kisgyerek ül az apja nyakába, és énekli a nótát. Azért az nagy dolog. Caligula, Caligula. Mit forgat most a helyében? Caligula, a csodálata, iszhat már a karrierben. Caligula, Caligula, ez
A fesztivál második napja egy újra gondolt szüreti felvonulással vette kezdetét, ahol a Neoton Familia által előző este megalapozott jó hangulat tovább fokozódott. Hat éve kerül megrendezésre ebben a formában Tamásiban a Tamási Szüreti Napok rendezvénye. Természetesen van már elődje, hiszen az azt megelőző években is volt már hagyománya, de ekkor bővült kétnapossá a program, hiszen a pénteki nap az egy ráhangolódás, de aztán most már egy olyan komoly rendezvényé nőtte ki magát, hogy az idei évben több mint 3000 látogatót sikerült elérnünk ezen a rendezvényen. Ez nagyban köszönhető volt annak, hogy egy olyan fellépő együttes, a Neoton Familia adott koncertet, amire korosztályokon átívelően nagyon-nagyon sokan voltak kíváncsiak. A mai napon pedig nagyon kegyes volt hozzánk az időjárás, és az igazán tradicionális szüreti felvonulás 2 órakor vette kezdetét Tamásival a Kossuth térről. A több megállós szüreti felvonulást követően pedig a színpadon folytatódott a program, ahol a tamási koncertfúvósokat a Pántliga Néptánc Együttes, majd a Bátai Tambura Zenekar, valamint a Siovagárdi Hagyományőrző Egyesület követte. A szüret, a szőlő, a bor, itt ezen a vidéken, Tamási környékén és itt a Tolnai-Don vidéken ennek több száz éves hagyománya van, és mi ezt a hagyományt igyekszünk megőrizni. Ennek a egyik népszerű programja a Tamási Szüreti Napok, amelyet egyébként hosszú idő után 2015-ben szerveztünk meg újra. Talán egy covidos év kimaradt, de folyamatosan tudjuk tartani ezt a rendezvényt, folyamatosan megrendezzük, megszervezzük, és már a város legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát. Két napos programsorozatról van szó. Az első nap az mindig a könnyedebb műfajoké. Tegnap egy fantasztikus Neoton koncertnek lehetnek tanulni a tamásiak és akik ide látogattak. A mai nap, a szombati nap igazán a hagyományőrzésről szól, hisz szüreti felvonulás, és utána pedig a színpadi programok, ahol népzenekarok, néptánccsoportnak lépnek fel, és este pedig megint a könnyedebb műfajé a főszerep. Én azt gondolom, hogy fontosak a hagyományaink. Ezek a hagyományok, ezek értéket hordoznak, ezek az értékek és hagyományok jelenítik meg a közösségeinket. Ettől vagyunk egy kicsit mások, és a másokat itt természetesen jó értelemben gondolom. Ez a sok kis közösség, amelyik itt megjelent a szüreti napokon is, hisz a felvonulók között a tűzoltóktól, az állatbarátokon keresztül, a kis óvisokon át többféle csoport képviseltette magát. Ez a sok közösség adja magát a város közösségét, és ez a város közössége ettől lesz igazán erős, hogy sok civil, sport, hagyományőrző közössége van. A szombat estét pedig a Ladány Bene 27 jó hangulatú koncertjét követően egy sokakat megmozgató utcabázárt. Kisszékelyt az ország negyedik legszebb fekvésű településeként tartják számon. Ez a település adott otthont a terepfutó versenynek. A célja a rendezvénynek amellett, hogy megmozgassa a helyieket és a környékbelieket, hogy a városokban élő, sportolni szerető emberek beleszeressenek ebbe a csodás vidékbe. A terv sikerült, a mostani verseny résztvevői közül többen is visszatérő vendégei lesznek majd a jövőben Kisszékelynek. Egy kényelmes futócipőre és egy kulacsra volt szüksége azoknak, akik részt vettek a Kisszékely körtrélen. A településen egyelőre újdonságnak számít a sportrendezvény, aminek zökkenőmentes lebonyolításához minden segítséget megadott az önkormányzat. Nálunk a korábbi években nagyon sokféle rendezvény volt, de sportrendezvény az még nem. Úgyhogy az elmúlt évben és az idei évben szervezték hozzánk először ezt az eseményt, és hát itt egy hétvégi házban vásárolt egy olyan fiatalember, akinek sportegyesülete van és futóversenyeket szervez, és hát ő hozta ezt az ötletet, hogy ide szívesen szervezne, és hát így indult el ez, és hát reméljük, hogy ez egy ilyen minden évben megtartandó esemény lesz majd. Megkerestek bennünket nyilván, mint helyszín, hogy a helyszíneket biztosítani tudjuk, és hát mindenképpen a helyszínnel, magával azzal, hogy a vendégeket fogadni lehessen, azért ehhez kellene különböző alapfelszereltségek, létesítmények, és
Hát mindenben támogatjuk egyébként őket, amiket ők kérnek, és hát nyilván ez a falunak is jó ez a verseny, hogy itt rendezik nálunk, mert most ugyanitt mi nálunk Kiszékelyben egy ilyen faluban nincsen óvoda, nincs iskola, és ezért ilyen sportlétesítményünk sincsen, és ugyan egy picit ide sorolnám azt, hogy a Magyar Falu programban a tavalyi évben átadtunk egy kis játszóteret, ahol olyan játszóeszközöket telepítettünk a gyerekeknek, hogy a mozgáskoordinációjuk fejlődhessen, és de ezen kívül ilyen épített sportolási hely vagy sportolási eszközök nincsenek, úgyhogy éppen ezért egy ilyen kis faluban azt gondolom, hogy a futás lehet az a mozgás, nem amit lehet végezni, hiszen nem kíván nagy felszereltséget, kell egy jó futócipő, és hát ez bárki művelheti. És egyébként is a mozgásszegény életet élünk, hogy elkényelmesedünk egy kicsit, azt gondolom, hogy tényleg már a távira van nyitóval nyitjuk a kaput, a garázsajtót, a tévét az akarcsoljuk be, nem kell nagyon mozogni, és hát a számítógép miatt is sokan keveset mozognak. És autóval is egyébként közelre is most már autóval járunk ügyeket intézni. Úgyhogy a futásnak a népszerűsítése az mindenképpen egy fontos dolog azért, hogy az emberek egészségesebbek legyenek, és egy nagyon jó kikapcsolódás is egyben. Úgyhogy ennek az eseménynek ez a célja, hogy a futást népszerűsítsük, aztán szerettünk volna ide vonzani olyan sportos embereket, akik esetleg később visszajönnek, és hát szerettük volna, hogyha az idén a helyből is, itt a környékből, a környező településekről is egyre többen megjelennek ezen az eseményen. 3, 2, 1, Kiszékely 2022, hajrá, hajrá! Kiszékelyt az ország negyedik legszebb fekvésű településeként tartják számon, így nem is csoda, hogy sok turistát vonz a Tolna megyei falu. Egyre intenzívebb a falunak a látogatottsága, és én azt a turizmus itt szerintem olyan mértékben növekszik, hogy mindenképpen fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy itt a feltételek ehhez megfelelőek legyenek, úgyhogy erre törekszünk is. És hát nálunk különösen a kirándulás az, ami népszerű, és ami miatt ide jönnek emberek, és ezt mi, akik itt lakunk, ezt tapasztaljuk, hogy itt csoportokat látunk az utcákon közlekedni hétvégén, de hétközben is jönnek gyerekcsoportok, és hát nyilván családok és egyéni szervezésben is. A szervezők annyit kértek a nevezőktől, hogy kulacsot vagy poharat hozzanak magukkal, mivel pohármentes verseny lévén ezt nem tudták biztosítani a frissítőponton. Ezzel a sportolás mellett a környezettudatosságra is felhívják a figyelmet a szervezők. Nagyon boldog vagyok, hogy egyáltalán vidéki versenyként labdába tudtunk rúgni az idei mezőnyben, nem volt könnyű dolgunk. Idén körverseny van, ami egy speciális formája a versenyeknek, terepen kell futni, és mindenki annyi kört futhat a szintidőn belül, amennyit csak szeretne, és a legtöbbet kört futó csapat, illetve egyéni versenyző fogja nyerni a versenyt. Idén is szerencsére rengeteg szponzorunk van, ami nagyban segíti a versenynek egyáltalán az életben maradását. Idén 5 és 3 kilométeres távokon lehet körbefutni, és természetesen idén is van sportföccs minden versenyzőnek a pályán. A távokat úgy alakítottuk ki, hogy a helyi nevezetességeket mutassuk be, a kilátót, a vargaprésházat, a horgast, valamint a kiszékelyi dombokat, amik szerintem gyönyörűek. Mi jellemzően Pest környéki közönséget igyekszünk ide vonzani a környékre, és idén egy összefogás is van a Mozdulj térség keretein belül, ezért a helyi nevezőknek egy speciális, összesen 3000 forintos nevezéssel lehetett idén nevezni, és van a környező falvak között egy verseny is, ahol szintén a kilométereket lehet gyűjteni. 3 és 5 kilométeres pályáink vannak, a kilátó a legmeredekebb pont, pár száz méteres szintkülönbség van, tehát a terepfutó versenyekhez képest kevés, az aszfalthoz pedig képest több. Mi igyekszünk kifejezetten az amatőr sportolókat kiszolgálni, és úgy kialakítani a pályát terelőkkel, szalagozással, jelzéssel, hogy mindenki tudja követni. Rengeteg versenyzőnknek ez az első versenye, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy az 5 év alatt, amióta szervezünk, 100 olyan versenyző van, aki legalább 10 versenyünkön részt vett. A versenyzők zöme több órát utazott a Kiszékely Kört Trail kedvéért. Mint mondják, a környezet elvarázsolta őket, így visszatérők lesznek majd erre a vidékre. Budaörsről érkeztünk, ez az első verseny, amikor indulunk. Vatkanzal futottunk már Budaörsön is, Biatorbágyon, Törökbálinton, tehát több versenyünket ismerjük, és két fős váltóban indulok a barátnőmmel, két órán keresztül fogunk ketten futni. Amit eddig láttunk, itt elmentünk a férjemmel megnézni a strandot, ott gyönyörű, tehát meseszép a táj.
felszabadult élmény. Tehát én azért futok, nem szoktam görcsölni, nem tűzök ki olyan távokat, amik számomra megerőltető lenne, csak ezeket a könnyű, ami tudom. Főleg váltó, azt nagyon szeretem. A szervezők jövőre is várják a természetkedvelő futókat Kisszékelybe. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!